Damian Hollis 5 pontjának köszönhetően fél perc után már is tekintélyes előnye volt az Albafehérvárnak a bajnoki elődöntő negyedik kaposvári mérkőzésén. A folytatásban a játékot arccsonttörésével is vállaló Keller, valamint Szabó kosaraival 11-4-re ellépett az Albafehérvár, gyorsan tekintélyes előnyt szerezve a meccsen. A hazai csapat ugyan próbálta tartani a lépést a Zunics legénységgel, azonban az Alba így is nagyon magabiztosan, remek támadójátékkal úgy húzta be az első negyedet 26-17-re, hogy még faltolnia sem kellett. A második felvonás már jóval szorosabban alakult, érezhetően a Kaposvár is rátalált a meccs ritmusára. Ez nem volt nehéz feladat, lüktető, szünetet alig hozó meccset játszott a két csapat. Swanston triplájának köszönhetően a Kaposvár felmerészkedett 2 pontig, azonban az Alba még időben kapcsolt, visszavette előnyét, így a szünetre 47-37-es fehérvári vezetéssel vonultak a felek. A harmadik negyedben a Spica és Swanston kosaraira, valamint Drahos remek játékára építő Kaposvár megpróbált feljönni ellenfele nyakára, ám az Alba visszaverte a támadást. Előbb Wood pontjai, majd a cserepadról beszálló Juhos és Bódi triplái verték vissza a kaposvári rohamokat. A végig remekül játszó 24 pontjával a fehérváriak legeredményesebbjének számító Hollis gyorsan összeszedett 3 faltot, ez okozott némi zavart az Albánál, így 6 pontra csökkent az előny, 65-59-es tartott az utolsó negyed. A záró 10 percben a Kaposvár még 4 pontra felzárkózott, azonban ezzel riadót fújt az Albának, melyben Juhos és Supola is helyére küldött 1-1-3-ast, rögtön 75-65-re alakítva az állást. Ezzel tulajdonképpen el is dőlt a döntőbe jutás, a Kaposvárban már nem volt annyi erő, hogy felálljon, egy kisebb felzárkózást még bemutattak a somogyiak, azonban nem volt már esélyük arra, hogy fordítsanak. Az Alba 93-76-ra nyert Kaposváron, és ezzel 3-1-es összesítéssel ott van a bajnoki döntőben.